A következő témánk nagyon érdekes. Kinek van igaza, életmód tanácsok ellentmondásai, avagy a gyógyulás egyéni útjai? És ezeket a kérdéseket most itt megbeszéljük. Három szakembert hívtam, hogy mondja el a véleményét ezzel kapcsolatban. Dr. Kohán József, bőrgyógyász főorvos. Professzor dr. Szabó János, szülés, nőgyógyász és genetikus. És dr. Rideg Sándor, akit már ismerünk. Pszichiáter, neurológus, addiktológus, főorvos és hagyományos kínai orvos. Hát akkor én azt mondom, hogy ez a kérdés azért merült föl bennem, mert sorra találkozok olyan emberekkel, akik ugye nem úgymond szakmabeliek, és csak hallgatják azt, hogy az egyik oldalról ezt hallják, a másik oldalról azt hallják, és a végén legyintenek az egészre, és csinálják úgy, ahogy eddig tették. Mit mondjunk az embereknek? Mi a megoldás a sok-sokféle úgymond út közül? Kinek melyik az, ami járható? Először is a túloldalon kezdjük. Be kell kapcsolni a mikrofont. Nem tudom, hogy hallgatok, köszönöm szépen. Megtisztelő, hogy elsőnek szólították fel egyébként. Bár szakavatottak ülnek itt mellettem, maguk is gyakorolók, akik a nagyon egészséges életmódot gyakorolják. És én hoztam ilyen szóróanyagokat a kedves hallgatóknak és nézőknek. A vércsoport szerinti táplálkozásra nagyon sok liter tüzében áll. De gyakorlatilag, hogyha valaki elolvas egy erről szóló normális könyvet, akkor nem tudja kivonni magát ennek a hatása. A genetikus, ugye itt mellettünk, nőgyógyász és genetikus professzorunk, és tudja, hogy és nyilván Rideg professzorunk is nagyon jól tudja, és nagyon sokan a hallgatóság köréből is, hogy az egész világot a DNS kódolja. Ez a DNS mindegy, hogy melyik élményben van. Ugyanazokat a géneket fejezi ki, és azok a gének ugyanazokat az agyokat hozzák létre. Nem tudom, hallott-e valaki arról valamit, hogy akinek parafű allergiája van, az esetleg a dinnyése fogyassza. Ugye volt egy hallomás. Olyat hallottak-e, hogy egy borász azt mondja, hogy ennek a bornak hársfejéző van, meg illete. És ezeknek a magyarázatnak mindig az, hogy a különböző élőlényekben mindenazok az anyagok előfordulhatnak. Így az én táplálékomban is, vagy az önök táplálékában olyan anyagok fordulhatnak elő, amik teljesen azonosok az önök anyagaival. És aztán vannak olyan alkatrészek ebben, aminek az immunitása borzasztóan nem illik a mi testünkben. Ezeket úgy gondoltuk korábban, hogy megoldják az emésztőenzimek, és mindent szétdarabolnak, és ebből probléma nem lesz. Csak hogy még a múlt században valaki felfedezte, úgyhogy ezt az embert, hogy Karl Einsteinnek a vércsoportokat. A vércsoportok kimutatására abban féléket, hüvelyseket használt. Az egyik fajta az ások vérét, a másik a bősek vérét csapják. Ezeket az anyagokat, amiket a növényekből a vörösvértestek összeragadása miatt azután később ilyen vizsgálatokra is alkalmasnak találtak, úgy hívták, hogy fitohermaglutinumok. Növényi vérkicsapó anyagok. Kiderült azonban később, hogy nem csak a növényekben vannak ilyenek, hanem az állatokban is, a nyuszikban is, vagy éppen a mókusban. És ezután már úgy hívták őket, hogy hemaglutinumok. Kiderült az is, hogy nem csak ilyen magasabb rendű élőlényekben, hanem a baktériumokban vírusokban is van. Nem tudom, ismerik-e azt a kifejezést, hogy H1, H2, stb. A vírusokban is vannak hemaglutinumok. Aztán az is kiderült, hogy a vörösvértestek összeragadását okozó ilyen anyagok nem egy nemű, nagyon sokféle. És ezért ma már úgy becézik ezeket a vörösvértestek agregációk, összecsapódása. Magyarul tessenek belegondolni a trombózis készséget fokozó, tehát a vér sűrűségét fokozó anyagokat, hogy lektinek, ragasztók alá akarjuk fordítani. És a lektin tartalmát kezdte nézegetni egy apa és fia a különböző ételeknek, hogy az vajon mennyire alkalmas a különböző vércsoportú embereknél. Ugyanis Peter Adamo, illetve édesapja John Adamo, aki már nem él,
azt figyelték meg, hogy bizonyos klasszikus diéták kifejezetten rosszak voltak bizonyos emberek számára. És ezeknek a hátterében egyszerűen nem lehetett más találni, csak azt, hogy az egyik legfontosabb immunitási komplexel, tehát ebben a bizonyos vércsoporti tulajdonsággal megegyező egyedekről van szó. És ennek kapcsán elkezdték azt nézegetni, hogy vajon ezek a vércsoportok a sokszínűségével hogyan fejlődtek. Erre voltak korábban is tanulmányok, mert tudjuk, amikor az ősleleteket nézegetik, akkor még azt is meg tudják mondani, hogy naponta hány milligram C-vitamint evett az ősember a kis bogyókból. Elárulom, 8 grammot. Ezek a régi leletek, hogyha a vércsoporti tulajdonságokat néztük meg, nagyjából a nullások voltak. Tehát a legősibb vércsoportnak a tudomány a nulla vércsoportot tartja. Igen ám, de hogyha mi nekünk valamihez alkalmazkodni kell, tehát a körülményünkhez, ahhoz, amiből felépítjük a saját testünket, az ételünkhez, akkor ha ez megváltozik az étel, akkor a testünknek is követnie kell ezt a dolgot. Nem tudom, hogy mikor fog a pandamaci megváltozni, de ugye a pandamaci az csak a bambuszfogyokat, meg a bambusz teszeketi. Az ember úgy döntött, hogy minden evő, mint ahogy sok más állatnál is, és kóstolatos sok minden. Amikor már nem jutott neki elég fehérje táplálék, kénytelen volt a halászó-vadászó életmódban, inkább a dögevő életmódról átérni a gyűjtögetőbe. Gyökereket kezdett tenni, és bogyókat. Füvet viszont soha nem legelt, mint a patások. Hát a fűfélék, vagy a gabonafélék nagyon sokáig nem voltak ebben a táplálékok. Mindaddig, amíg a B-s csoport nem kezdett alkalmazkodni ezekhez is, mert akkor már a több millió éves fejlődés kapcsán az emberek vitték a magokat is magukkal, vitték az állataikat is. A B-s csoportosok még elkezdték fejni az állatokat. Tetszett már látni, hogy mondjuk egy bórjó oda megy egy szamárhoz szokni. Faidegen anyatejet nem szoktak ösztönösen szokni az állatok, mi rászoktunk. Ezt ma a tudomány rettentő rossz választásnak gondolja. Elég sok betegséget lehet miért kapni. És kb. 1500 év óta megjelentek az AB vércsoportosok a vércsoportok keveredése miatt, de nincs megoldás. Annyi elszámolt eszünk meg évente 3 kilót, hogy Amerikában már találtak olyan embert, akinek nem más, nem més, nem AB és nem nullás a vére, föltehetően ők meg C-snek fogják hívni. Most, hogyha ezt veszük, hogy nekünk az ételeinkben is vannak ilyen fontos markerek, akkor nem butaság ezen elgondolkodni. Egyet tudok mondani, mert most már túl hosszú volt a beszédem. Én magam sem bírnám ezt úgy tartani, hogy folyamatosan csak az AB-csoportnak megfelelő lektintartó ételt fogyasztanám. De ügyes kis táblázatok, amiket itt is hoztam nézegetni, összefoglalják, hogy melyek azok az ételek, amik nekünk valóban pozitívak. Tehát olyan lektin van benne, mint én bennem. Olyan, aminek kevés a lektin tartalma, ezeket semlegesnek hívják, és olyan, ami ős ellenség lenne. Most ettől egyébként a vércsoport tévesztő diétától nem lehet gyorsan megbetegedni, nem okoz allergiás betegségeket, de minden nap meghatározzuk a vércsoportunkat vele. Ezekkel a lektinekkel. A vörös vértesteink a bélbolyhokban, a kapillárisokban egyszerűen összeragadnak. Pénztekercsek alakulnak ki, és ezáltal keringési zavar a bélben. A keringési zavarnak a következő pedig a bélek. Finom pici részeinek az elhalása, és ez felszívódási zavarokkal, veszteségekkel, vagy éppen maguknak a lektineknek a bejutásával jár. És ezeknek a lektineknek az a tulajdonsága, hogy, ahogy mondtam, nem ölnek, nem a szívünkbe agyunkba mennek, hanem kötőszövet. Ha ez a kötőszövet laza, akkor csak a cellulitemet fokozom bele, vagy az elhízásom. Ha viszont a kemény kötőszövetekben kötnek ezek a lektinek, akkor az izületeim fognak fájni. Úgyhogy ezeket a dolgokat tudom én kötni ehhez a bizonyos diétához, amivel mondjuk egy ilyen 10-11-2 néhány évvel ismerkedtem meg, és csak arra tudok mindenkit biztatni, hogy nézegessen egy táblázatokat, olvasson könyvet, és próbáljam minél többet megszeretni abból, ami számára pozitív, mert gondoljanak velem, ha olyan ételt tudok lebontogatni az enzimeimmel, ami gyakorlatilag az enyémmel azonos alkatrészekből áll, hát sokkal kisebb energia ráfordítással tovább fogok élni és egészségesebben. Köszönöm, hogy ezt most elmondhattam elsőként, cáfolatokat várok.
Igen, most ez a beszélgetés arról szól, hogy mindenki nyilván a saját oldalát fogja elmondani, az ő meglátásai, és most professzor úrnak adjuk át a szót. Szeretettel köszöntöm a megjelent hallgatóságot. Amint tetszettek Cohen doktornak a hozzászólásából hallani, rendkívül bonyolult a táplálkozás. Egy külön szakértő gárdának kell, illetve szakértőnek kell alakulnunk, ahhoz, hogy megmondjuk, hogy na most mi és melyik az, ami számunkra fontos. Én sokáig nem tudtam, hogy miért vezérelt a sors a klinikai genetika irányába, mert hogy nagyon jól éreztem magam, mint szülésznőgyógyász, és ugye ott pontogatta a számjait azt, hogy hogyan tudom megelőzni a terhes patológiai betegségeket. Aztán eltelt legalább 10 év, akkor még mindig nem értettem, hogy miért vagyok genetikus. De tanultam nagyon a genetikát innen-onnan. Hát kiderült, hogy az a genetika, amit a DNS felfedezője Watson Crick és társai meghatározták legalább 40 évre a tudományt, az egy félrevezető. Ma is még tulajdonképpen ezek alapján tervezik a genetikai vizsgálatokat, és hát sajnos ugye ez nem így van. És a DNS világa ott van benne az emberi kód. Minden egyes vegyület ugyan termelődik, sőt ennek a DNS molekulának mindössze csak az 1%-át használja fel ahhoz, hogy az általunk ismert 25 000 gén működjön. Azonban, hogy ez hogy működik, ezt nem tudták. Ma már tudjuk, hogy van egy úgynevezett interfész a környezetünk és a DNS molekula között, az epigenom, ami meghatározza azt, hogy hogyan fordítódik le a környezeti információ, legyen az mentális, legyen az fizikai, legyen az táplálék, és ez szabályozza a lényeinknek a működését. Most itt viszont egy óriási ugrás következett be, és ma már tudjuk, hogy a sorsunk a kezünkben van. Mert akár a fizikum, akár a mentum, vagyis az értelmi, érzelmi képességünk a mi működésünktől függ. Na most, ha a mi működésünk olyan, mint amikor én táplálkozási tanácsadást végzek valakivel, és azt hallom vissza, hogy hát igen, én nagyon odafigyelek. Ez egy nagyon pozitív válasz, és mi következik azután, akkor nekem nincs semmi dolog. Odafigyel, és kérdezem, hogy mire figyel. Akkor néma csönd. Arra figyel oda, amit a különböző magazinokban olvas, és ezek a magazinok úgy keletkeznek, hogy átolózzák a 1980-as cikket, és megjelentetik 2013-ban, és ugyanaz az információ jön be, és nincs benne információ. Mert én ezeket végigolvasva egyiknél sem tudom, hogy mit akart írni, két oldalon keresztül. Írja és mondogatja. Tiszteletet idékelnek, de ez nagyon kevés. Tehát akkor honnan kapjuk az információt? Innen, onnan a televízióból, Magyarországból is kapjuk az információt, de sajnos ezek részinformációk. Mindenkinek saját magának kell összeraknia azt, hogy mit és hogyan csinál. És hát itt az eredmény, vannak, akik ezzel foglalkoznak, magukkal is foglalkoznak, sajnos nagyon sokan tév úton járnak. Azt, hogy vércukordiéta legyen. Én egy mondatot mondanék, hogy ezek mind igazak. De kevés ahhoz, hogy az epigenetikus táplálkozásunkat kialakítsuk. Ezt személyre szabottan kell megoldani, mert mindenkinek más és más az, ami jó. Most itt a személyi szabadság, a korlátozás, ez rendkívül fontos. De az epigenetikában egy új ismeret is
került a köztudatba, ez pedig a következő, hogy a sorsunk az nem rajtunk múlik csak, mert függ az édesanyám, édesapám szokásától, életmódjától, és az ő által, sőt a nagyapák, nagyanyák által gyakorolt életstílus, azt mi az epigenomi szabályozó rendszerén keresztül megkapjuk. Ebből a szabályozó rendszerből kiszabadulni nem olyan egyszerű, hihetetlenül nagy. Gondoljanak csak a kövér családra. Nagypapa, nagyanya, mind, nagyapa, átka, az utó, az unokának, nagy étke, unokának, az átka, stb. Tehát ez így van. Ebből az epigenetikus csomagolásból, hogy hogyan működjenek a génjeink, kiszabadulni körülbelül olyan tudást igényel, mint a szabaduló művészet. David Copperfield, és a biztos tetszettek láttam már olyan mutatványokat, amiből bizony mi nem tudtunk volna kiszabadulni, de sajnos mindenkinek meg kell tanulni azokat az alapszabályokat, hogy igenis, ebből ki kellene szabadulni a transgeneráció. És a generációkon keresztül kapott információkat meg tudjuk változtatni, ezt már biztosak vagyunk, egy vagy két generáció keresztül, sőt, ha nagyon ügyesek vagyunk, akkor néhány hónap alatt is. Vagy az anyáknak ugye a nagy szerepe, hogy a magzati élet során olyan táplálkozást folytatnak, amivel a magzatuknak az genetikai kód kifejeződését befolyásolják a helyes irányba. És tulajdonképpen a férfiaknak, a férjeknek is a sorsa azon múlik, hogy milyen fogékony felesége van, nem aki csak odafigyel mindenre, az semmi nem lesz belőle, hanem azon múlik, hogy mennyire érzik felelősnek magát a gyerekéért, a családjáért, mert a család maga egészsége is gyakorlatilag annak a kezében van, aki a család életmódját és az ételmódját befolyásolja. Én most nem akarok sokat beszélni, mert azt szeretem, hogyha üzenete van az előadásnak, hogy az itt nekem össze van foglalva négy üzenetem van. A végén elmondom. De bennem volt már az első ételmódja. Akkor most átadom a szót. Én odaadom ezt a mikrofont. Átadom a szót. Jó, köszönöm. Gyakorlatilag ugye itt két dolog elhangzott. Ugye az egyik egy vércsoport szerinti táplálkozás, ugye a másik egy epigenetikai program. Ugye az én tevékenységem ugye a hagyományos kínai orvoslás, valamint a biofizikai orvoslás. Tehát mi mindkét dologban ugye méréseket végzünk bizonyos különleges készülékekkel, és ezeket látjuk. Gyakorlatilag az epigenetika az nagyon fontos tényező ebből a szempontból, hiszen amikor egy ilyen felmérést végzünk, egy úgynevezett állapotfelmérést egy ember energetikai és egyéb rendszerén, úgynevezett organometria, tehát szervméréses felméréseket is végzünk, hogy hogy működnek a szervek, hogy működnek az enzimek, hogy működik az emésztés, hogy működnek bizonyos energetikai folyamatok, hogy működik tulajdonképpen az anyagcsere, a sejtvezérlés. Ezekben látjuk ezeket a problémákat, és sok esetben ugye látható az a dolog, hogy a génállományból örökölte valaki valamit, valójában örökölte, vagy pedig csak egy olyan külső tényező, külső hatások vezérelték az ő állapotát egy jó vagy rossz irányban, vagy egy nagyon rossz irányban. Ezért tehát mindenképpen úgy gondoljuk ma a keleti orvoslás és abból kifejlődő modern biofizikai orvoslás szempontjából, hogy az epigenetikának és magának ennek az elméleti folyamatnak nagyon nagy jelentősége van. Tudjuk nagyon jól, hogy az alkatot is lehet pontosan
vérni, és ugyanúgy, mint ahogy a vércsoportot lehet diagnózni, ugye ektodermális, mezodermális, entodermális, esetleg a szövet struktúrák embrionálisan, hogyan fejlődik ki egy egyén, és akinek az egyik csira lemeze, ezt így hívjuk, hogy csira lemezek, erősebben fejlett, mint a másiké, az nyilván meghatározza az ő alkattípusát. Ez az egyik dolog, ami nagyon lényeges, mert ezek az alkattípusok azért lényegesek ebből a szempontból, mert az egyik alkatnál teljesen másként kell egy kezelést elvégezni, mint egy másik alkatnál. Az egyik alkatnál lehet fő vezérőelve egy akupunktúra, a másiknál egy masszázsterápia, a harmadik terápiánál meg egy táplálkozásterápia, dietetikus terápia lesz a leghatékonyabb, ugye akár itt a vércsoport elmélettel is összefüggésben. Tehát mindenképpen egyénre kell szabnunk azokat a folyamatokat, és mi mindig is egyéni felmérést végzünk, egyéni állapotfelmérést és egyéni alkat szerinti terápiában részesítjük a pácienseket, hiszen nem is működhet másképp. Na most igen, az a táplálkozásnál szintén látjuk azt, hogy sok esetben a környezeti hatásoknak sokkal nagyobb valódi vezérlő szerepe van, mint magának, ugye az alapörökölt struktúrának. Ezért tehát nem mindegy, hogy hogyan táplálkozunk, nem mindegy, hogy hogyan élünk, nem mindegy, hogy milyen körülmények között vagyunk, és nem mindegy, hogy ezek az elhangolódott alapanyagcserénk vezérléseinket hogyan állítjuk helyre. Pont ezért van nagy lehetőségünk, mivel ez egy epigenetikai hatású, például egy modern, úgynevezett bioelektromágnes és információ átvitellel befolyásolni a táplálkozásunkat, epigenetikai hatásokat is ki tudunk váltani egy ilyen rendszerre. Ugye itt szemben éppen van egy ilyen rendszer, egy bioinformatikai rendszer, amely mind diagnosztikát, mind pedig utána ugye megfelelő befolyásolást tud végezni az emberi szervezeten. Ezt ajánlom, hogyha a szünetben meglátogatják, vagy a bioinformatikai ágyakat, programokat. Érdemes ezeket megismerni, mert hiszen ezzel tudunk önmagunkon is, másokon is segíteni. Most visszatérve az epigenetikához és a táplálkozáshoz, ugye a másik dolog, amit nagyon fontos megjegyezni, hogy ugyanaz a behatás, ugye epigenetikára, ugyanaz a behatás az egyik embernél teljesen más tényezőket fog kiváltani. Például nehézfény terhelés vonatkozásában. Az egyik embernél a nyirokrendszerben fog lerakódásokat, gátokat, blokkokat okozni, a másik embernél pedig az agy működését fogja negatívan befolyásolni, az embernek migrénje lesz, nagyon erős fejfájásai, frontérzékeny lesz, másik emberi immunrendszeri problémák, gyakori megfázás, gyakori vírusfertőzések, ott ugye a nyirokrendszerben okozott problémákat egy ilyen nehézfény terhelés. Tehát mindezek a tényezők egyénre szabottak, mindezek a befolyások egyénre szabottak, de mivel ugye az epigenetikai tényezők, mivel az egész emberi szervezet és az egész világegyetem egy egységben működik, egy biokibernetikai, bioenergetikai funkcióförként működik, ezért nagyon nagy lehetőségünk van a külső gyógyító hatásoknak a bevezetésére, természetesen a táplálkozás is egy ilyen, hiszen a kínai orvoslás elmélete szerint a születés utáni élet alapja a táplálkozás. Tehát ott veszük fel azokat az energiákat, amelyekkel élni tudunk, túlélni tudunk, meggyógyulni tudunk, regenerálódni tudunk, ezért tehát ennek is igen komoly hatása van a szervezetünk működésére. Nagyon köszönöm, akkor folytatjuk Kohán doktorral. Nagyon magas lőttő volt, ugye még eddig DNS-ről beszéltünk, genetikáról, de vajon mi a véleményünk a sóról, a vízről? Már mi az előbb beszélgettünk az előadások előtt, és ugye a víz sem mindegy, hogy milyen. Tehát nem tudom, hogy ki gondolja azt, hogy az ásványvíz az fontos a szervezetünknek, és ő abban látja a magát. Ásványvízet hányan fogyasztani? Mit teszel el gondolni, hogy milyen mérő jönnek ezek a vizek? Valaha az ősember ívott el ilyet.
Az ősember és a mai ember között genetikailag alig van különbség. Még a majmok között is az ember között sincs olyan nagyon sok, de mindig a vércsoport fejlődésén is ugye 10%-okat lehet mondani. Nem nagyon van szükségünk ásványokra a vízben. A vízből a H2O-ra van szükség, a professzor úr közelük fogalmazott. Az összes ásvány nekünk szerves formában az ételekből kellene megtenni. Vajon van-e az ételekben megfelelő mennyiségű ásvány? Nincsen. Egyet emelek csak ki. Nagyon régi fölmérés, azt hiszem, hogy 40 évvel ezelőtti fölmérés. A Kárpát-medence a világ egyik legszélén hiányosabb területe. A WHO kimutatta, hogy az összes rákos beteg szerint hiányos. Mit tetszene gondolni, hol él a világon a legtöbb rákos beteg? A Kárpát-medencében. Most ezek az ionok, például a szelén, az természetes formában a talajban kellene, hogy előforduljon, és a növények szívják föl. Ők sem maguk. Gondoljunk bele, hogy kik voltak az első lakói a Földnek. Mikróbák, baktériumok, később a gombák is. Gyakorlatilag nélkülük még a növények se tudnának semmit felszívni a talajból. Tehát anorganikus, szervetlen kémia, senkinek ne jusson az eszébe, sok orvos csík van vele, mint a savcsökkentő, gyomorsav, akkor majd adunk rá szódavitaminnak. Tehát gyakorlati és savasság, lúgosság, hát ez egy külön megpróbáltatás egy orvos számára, hogy ezt fölfogja, hogy miről van szó. Itt olyanokról beszéltünk most, azt gondolom mind a hárman, ami ugye már a kvantumbiológiát súrolja, professzor Hideg professzor különösen, ugye hasonló műszerrel dolgozom és biorezonanciával és energiákkal lehet ma már gyógyítani, csak a kínai kultúrában, vagy a rejtiben, vagy bármi másban. De azért nekünk anyagra van szükségünk. És talán ez a magyarázata, hogy biztos, hogy jó elgondolásnak tűnik, de egy gyereket nem lehet úgy nevelni, hogy csak a pránát, a fényt tegye. És mi nem azt szeretnénk, hogy most valaki úgy menjen el, hogy most már az minden megoldható. Tehát nekünk egészséges vizet kellene inni, egészséges ételeket, ami növényekből, állati eredetű táplálékokból, ebből egyre kevesebbet. Tehát jobb lenne minél több növényt. És ha már mind a kettő, akkor gondoljanak bele, hol élnek a világon a legegészségesebb és leghosszabban élő emberek? Japánban. Abban a Japánban, ahol volt két atomkatasztrófa, most megint kaptak egyébként. Én azt gondolom, hogy az egyik fontos titkuk maga az alga. Az alga, mint táplálék forrás, úgy tűnik a jövőben nagyon fontos lesz. Én valamikor 8. koromban írtam egy olyan dolgozatot, amit kaptam egy ilyen emlékplakettot, meg kiállították akkor a mezőgazdasági minisztériumon, hogy haj, majd én 6 milliárdan leszünk, hát már túl vagyunk rajta. De mindenképpen szorongató az elosztás egyenletlensége miatt, mert vannak éhezők, meg vannak, akik kidobják ugye az ételeket. Tehát ilyenekre is kell gondolni. Az alga úgy tűnik, hogy egy nagyon jó járható út lesz, és nem is biztos, hogy mindig a tengeri alga, úgy tűnik a spirulina is, az olyan mocsárgasztott, büdös dolgot csinálja, az is alkalmas egy csomó aminosabb ételére. Tehát az emberiségnek egyre inkább keresgélnie kell még akkor, hogy fel tudjon maradni a táplálékok között, a minél egészségesebb táplálékok között, de minél kevésbé mérgezett legyen. Mert ugye a szelén is azért tűnt el itt a magyar régióból, mert annyi kemikália hívította fel a Földet, hogy már alig van ebből fontos anyagból. Többet szívnak a növények, sajnos relatíve a többiből. Ez egy nagyon fontos dolog, amit én azt gondolom, hogy érdemes megszívlálni. A másik pedig, ami a japánokat jellemzi, de a mediterránumban belegondolnak, ugyanez van. Nagyon sok nyers zöldséget, és még nyers húst is esznek. Sushi, prosciutto, vagy bármit mondhatnék. Enzim táplálkozás. Ez a másik kedvencem, és még a harmadik, aki nem említettem, a paleolit táplálkozás, ami részben egyébként nyilván a vércsoport diétából nőtt ki, bár néha tagadja is azt. De az enzim táplálkozásról lehető keveset tetszettek hallani. Az étel, amit megeszek, egy élőlény. Olyan sejtei vannak, mint nekem, nem pont olyan, de hát alapjában, amivel mondtuk, a DNS egyetemleges kódolása miatt ugyanolyan anyagok vannak benne, és enzimek is vannak. Még pedig olyan enzimek, amik a sejtet saját magát feloldják. Ahelyett, hogy én pazarolnám rá az emésztő enzimeimet, ha én nem sütöm, nem főzöm meg, akkor azok az enzimek, ahogy szétrágtam, és a gyomor is elkezdi a munkáját, sokkal könnyebben felszívhatóvá teszi a táplálékot. Ez az egyik nyereség,
A másik az Ride professzor úrnak ezt szerintem hozzászólni valója, hogy az élő anyag, tehát amíg, mikor beleharapunk egy almába, az élám, nem sajnáljuk. Jusszit azért leütjük, vagy tényleg is elvegjük ennyeket, de van egy plusz energia. Tehát mi az iskolában csak arról tanultunk, hogy kalorikus energia. Égítjük a szénhidrátot, a cukrot, zsírt, stb. Mindent, és darabolgatunk, összerakosgatjuk, de igenis létezik plusz energia. Most ezt mondhatnánk Pránán, mert ugye biofotonokról beszélek, amikor ezeket mondom, de nem ezeket kell megennünk, hanem minél többet ebből juttatni a szervezetünkbe, annál nagyobb energiához tudunk jutni. És ez mennyire igaz, hogy ez fontos lenne ez a plusz energia, és hogy mennyire elátkozzuk szegény hasnyálmirigyünket. Kipróbálták kísérleti állatokon, hogy nyers étellel letették őket, majd később főtételekkel. A főtételre fogott állatoknak a hasnyálmirigye 2-3-szorosára nőtt kínjába, hogy le tudja bontani azokat a denaturálódott, tehát természetellenesen összecsavarodott fehérje, mint egyéb molekulákat, amik gyakorlatilag már felszabdalhatatlanok voltak az enzimei számára. És arról nem beszélve, hogy hogy szoktunk sütni, főzni. Melengetjük ugye az ételeket, tojást szokott főzni, mondanom sok mindenki. Még a tojást beleütjük, és a plakni, vagy a serpenyő 40 fokot elér, az a láz. Kicsapódik a fehérje, denaturálódik. 60 foknál az összes vitamin tönkölik. És a vitaminokat Szentgyörgyi városába és hazájába mértetlenül lebecsülik. Én is gyakorlatilag sajnos utólag beláltam, hogy úgy dolgoztam végig, mint a 10 évet a klinikán, hogy soha nem adtunk a betegnek vitamint. Még cinket sem, pedig cink nélkül nem gyógyul be a lábszárfekély. Meg semmilyen sem. Nem nő a haj, a csontok nem forrnak össze. Nem működik az agy, a here, a petefészek. Ugye egy olyan csomó dolgot emlegettem most, ami most kijött belőlem, hogy több órás előadásokon szoktam ugye elmondani. Tehát a nyers táplálkozás, kacsingatni lehetne a bőrcsoportos táplálkozással, és hogy minél több élő, tehát az mondjuk a nyerssel végül is benne van, tehát ezeket kellene, és minél kevesebb elszámol. Ugyanis már az előbb említettem, 3 kilót fogyasztunk el évente azokból a E100 valamennyiből, amik ugye ott vannak az ételemben. Én 87 óta magánrendelek, és 1988 volt egy házas párbetegem, akik csupa csalánosak voltak, és nem tudtuk megmondani, mi bajuk van. A vizsgálat lényege az volt, hogy hát ott befektettük őket, és koplaltattuk, majd ugye terheltük a különböző ételekkel, és ezt nagyon megmondták. Pár nap alatt, és miután a szomszédommal laktak, azt mondták, hogy inkább átjárnak oda hozzám a magánrendelőmbe. És mikor átjött a férfi, mondom neki, hogy akkor kezdjük a szigorú diétát, 2-szer sült, rám néz, doktor úr, élelmiszermérnök vagyok a kenyérgyárban, 14 féle adalékot rakunk a sima fehér kenyérbe. Hogy lesz a allergiás diéta? Hát azóta tudom, hogy sehogy. Azóta azt is tudom, hogy az állatok konzervébe, amit szokták ugye viccelődve és sajnos morbidan mondani, a nyugdíjasok fogyasztják, mert olcsó, mint az emberi táplálék, tilos belerakni a kismacskának tartósítószert. Egy másik konzerv, amit egy méretében ugyanakkor a babának is akár adnak, meg egy kiskutyának, akkor egy ugyanolyan ételbe, az emberi ételbe érdekes módon nem veszi ki a tartósítószereket. Tehát én arra biztatok mindenkit, ha nem is háztáit fogunk ezután tartani, de hogy nézze meg, hogy mit teszek. Minél természetesebb legyen, minél kevesebb földolgozott étel legyen, próbáljuk meg szeretni a nyersebb ételeket, és akkor azt gondolom, meg is egészséges lesz. Professzor úr? Ezer gondolatom támad közben. Kezdjük mindjárt a paleolit táplálkozással, amivel én természetesen nem értek egyet. Mert valóban a bélcsoport diétából is fejlődött ki, de nagyon szoros köze van az Atkins diétához is, ami csúfolt véget ért. Atkins 70 éves korban bekövetkezett haláláért. Gyakorlatilag elrohadt a szervezete. Biztos ezt sokan nem hallották,
de egy hihetetlen kardiovaszkuláris és tehát szív-érrendszer és anyagcsere betegség tömeg áldozataként végezte. Atkins diéta ugye azt jelenti, hogy nincs no szénhidrát, hanem többnyire fehérje és most ugye a húsevés az kell is, de inkább nem. De azt sem lehet mondani, hogy 100%-osan el kell hagyni, hiszen addikció van, mert hogyha valaki megvonja a húst magától, akkor az depressziós lesz. És akkor úgy érzi, hogy muszáj enni, tehát körül enni, és onnantól kezdve meg elindítja, és más a számára eszi a húst. Én gyerekkoromban részese voltam egy olyan életre szóló élménynek, amikor a Jani bácsi lova megdöglött a szomszédba, és szegény öreg Jani bácsi már azon gondolkodott, hogy hogy fogja ő elásni ezt a hatalmas lovat. De nem kellett neki sokáig bánkódnia. Ott voltak fél órán belül egy csapat, akik egy kilométerre a vályokat hánytak, ugye annak idején még vályokházak épültek, olyan régi vagyok. A lényeg az, hogy elkérték a lovat. Hát természetesen, ha mondja. Odatta, földalabolták, és én megnéztem a kerítésen át, nem volt az olyan nagy kerítés. Lényeg az, hogy jól átláttam, hogy mit csinálnak. Földalabolták, bele a nagy kondérba, nekik ki volt készítve a kondér, milyen szabad életet élt ez az embercsoport, és megfőzték. Na mondom, akkor lássuk, ezek meg fognak murdelni mindannyian, de nem ez történt, nem ették meg, hanem ástak egy gödröt, nem mondom, ez érdemes volt, beletették, letakargatták, és ott hagyták. Mondom, ez fantasztikus. És akkor hát én tettem a dolgomat, ezred év előtt volt ez a történet, és délután 4 körül szállingóztak visszafele. Kezdték kibontani az elásott, már megfőtt húst, kondért, kivették, és nem mondom, most fogják megenni. Nem ették meg, újból megfőzték, és utána pedig lakmároztak, és senkinek nem lett semmi baj, nagyon jó egészséggel vetették a vályokat tovább. Mi történt? Nem tudtam, hogy miért ásták el. Amikor egyetemista voltam, és mikrobiológiát tanultam, akkor értettem meg, hogy miről van szó. Mert ugye a baktériumoknak legalább két változata van, az egyik a mesztelen, a másik a spórás. A spórást nem tudjuk elpusztítani hőkezeléssel. Azok, amiket ugye a háziasszony elkészíti a húst, egyébként már 50%-ban rohadtan kerül a konyhába, amikor oda 3-4 nap után bekerül a hűtőben is folyamatos a gondolás. A lényeg az, hogy a spórás bacik azok ott vannak. És akkor a jó meleg vasárnapi ebéddel ezeket megesszük. Berakjuk az inkubátorba. 37 fokon kikelnek és megbetegítenek. És itt a magyarázata annak, hogy a mai összes komplex betegségei, tehát a magas vérnyomás, a cukorbetegség, az ideg és egyéb degeneráció hátterében krónikus fertőzést mutattak ki. Ennek megvannak a jelei, a C-reaktív protein, ha megnézik a leletüket, az szinte mindenkinél, pláne a szuperérzékeny formája az mindenkinél megvan. Aki így módon él. Tehát akkor én azóta mindenkinek javaslom, hogy ne egyen egy első főzés után, várjon legalább 6 órát a spórások kikelésére, és tölje el a következő főzéssel. Hát így lehet valamennyire az állati fehérjét, a zsírt sterilizálni, de igazából a probléma az bennünk van, mert bennünk mindenképpen ki kell az inkubátorban a baktérium. És a bélből, a vastag bélből folyamatosan fertőzi a szervezetet.
Voltak már moziban? Voltak. Ugye? Próbáljanak bemenni arról az oldalról, amelyre kimennek a mozi előadás végén az emberek. Olyan bűnös van, mintha mindenki elvégezte volna a kisebb levegő dolgát. De nem ez történt, mert nem illetlenkedett senki, hanem lélegeztek. A véráram tele van rohadó anyag bűzével, ami ugye a vastag bélből kerül elsősorban. Hát ezek az ugye fizikai dolgok, most térjünk át a fizikára. Kvantumfizika. Ugye azt tudjuk, hogy az anyag, ha akarjuk, nem létezik, mert az anyag az energia. Itt szorogatta az energiát a Véha professzor úr az előbb, a mellette ülő felesége személyében, pedig anyagot fogott. Tehát ugye ezt a kettőt nem lehet elválasztani. Newton nevű fizikus mondta, hogy az anyag az folytonos, és elváljon fűrésszel, és akkor ott csak anyag van. Akkor jött a 1906-ben Rutherford, aki azt mondta, hogy jé, hát az anyag van, az ott oszthatatlan atom, az osztható. Van egy atommag, és körülötte az elektron hényomkeringő, és közben egy légüres tér van. Hát akkor az anyag az nem folytonos, hanem az anyag az folyamatosan látni. Sőt, az elektronok azok keringenek, egyszer csak kijebb megy, beljebb jön, és azóta leírtak nagyon-nagyon sokféle ilyen kis részecskét, a műon, kvarkokat, meg egyedeket, és kiderült, hogy ezek adják az anyagnak a jellemzőjét, mert folyamatosan változtatják a helyüket, sőt, eltűnnek és visszajönnek. Hát hova tűnnek el? Hát itt van az asztalban, és ugyanezek a folyamatok játszódnak meg bennünk is. Egy energia világban élünk, ahol az energia sűrű, mint például az egyes emberek megtestesülésénél, és közben lévő helyen pedig ritkább az energia. Na most ezt az energia testet kell nekünk kormányozni. De hogy kormányozni? Úgy, hogy ahogy még a Newton felfogása alapján, hogy igen, itt van egy marja. A rántott hús, ezt be kell nyomni. A rántott húsból ugye mi történik? Az emberi fehérje szükséglet az kilogrammonként 1 gram. Vagy ha a vesegyógyászokat kérdezzük meg, ez a felnőtteknek van, akkor 0,7 gram. Mi következik? A 60 kilós embernek mennyi fehérje jár? Mondjuk legjobb esetben 6 deka, és ennek legalább a 3/4 része az növényi fehérjéből is előállítható. Az úgynevezett esszenciális aminosav, vagy hiszelek valaki benne, ha te higgyünk benne, körülbelül az 1/3 legyen az, ami állati fehérjéből jön, és akkor mi derül ki, hogy 20 gram állati fehérjére van egy felnőtt embernek szüksége. Ez 2 deka. Kérdem én, hogyha valaki 2 dekán sántott húst kap, meg még reggel benyomja a nem a rántották, hanem a fölvágottat, meg a kolbász. A kolbász ugye az hőkezeletlen állati termék, nem ajánlott fogyasztásra, mert a kolbász, meg a felvágott fogyasztók között a leggyakoribb a vastag bélrán. Erre vannak tanulmányok. És akkor marad ugye az a képletás, valami fehérje, amit bármiből föl tudunk venni. Ezek a gondolatok forogtak a fejemben, és ugye a kvantumfizika pedig azt mondja, hogy visszatérve a kvantumfizikára, hogy mi energiatestek vagyunk. És ugye itt van a professzor, aki energiagyógyászattal is foglalkozik. A 20. században még ilyen vegyületeket tömködtek, még most is tömködik az orvosok, a gyógyszergyárak és a beteg közé iktatott eladóként gyakorlatilag a különböző gyógyszereket. De hát ma már egészen más. Mi történt?
az, hogy csúfot üztünk Rutherfordból, meg Bohrból, meg az atommodellből, mindenből, mert egyszerűen nem vettük figyelembe. Tehát a 20. századi gyógyászat nem vette figyelembe azt, hogy mi energiatestek is vagyunk. Hanem egyszerűen adtak ezt és azt is, szelén is kell, meg mindenben. Ha nagyon ügyesek vagyunk, és ide akarok kiukadni, az epigenom oly módon is szabályozható, hogy mit gondolom. Tehát, ami a DNS molekuláinkat akarjuk szabályozni, akkor csak gondolni kell arra, amit szeretnénk megvalósítani. És megvalósul. Ne azt, hogy kérjük, hogy jaj, kvantum energia meg a legfőbb. Egyébként a kvantumfizika bizonyította be a tudat elsődleges létezését, vagyis azt, hogy van Isten. Ezt ma már senki nem tudja tagadni, mert az akkor nem fejlődött a korszerű tudománya a párhuzamosan. És hogyha mi erre a központi tudatenergiára rákapcsolódunk, és azt mondjuk, hogy igen, köszönjük szépen, hogy május 22-én én már tökéletes egészséges vagyok, és még beszervezek néhány embert, aki ugyanezt fogja gondolni róla, akkor május 22-én én tökéletesen egészséges leszek, hogyha betartom azokat a szabályokat, amiket be kellene tartani. Nyilván, hogy nem leszek egészséges, hogyha naponta 1 kg pörköltet leszek. Köszönöm. Köszönöm. Továbbadjuk a szót. Igen, a táplálkozásnak, mint látjuk, igen fontos szerepe is van. Azonban én egy új aspektusról is szeretnék beszélni, az allergiákról. Mai napság az allergiák folyamatai már népbetegségnek minősülnek. A tej, lisztérzékenység és egyéb közvetítőszerek, E-kategóriás dolgok súlyos allergiákat hoznak ma létre. Igen, sokan beszélnek ma arról, hogy az élelmiszereink, a félkész ételeink, a tartósított ételeink rendkívül károsak. Ebben természetesen igazság van. Azonban van egy másik igazság, amelyet részben ugye a paleolit táplálkozás révén is ismerünk, hogy az emberi genetikai fejlődés, amint a doktor is említette, az embernek a genetikai állapota nagyon keveset változott az ősember óta, és ezt nem vettük figyelembe. Elkezdtünk olyan ételeket táplálékként használni, a gabonák és a tejállati tejtermékek, amelyek igazán nem ez a genetikai állapotunkhoz. Nem valók, azaz nem tudtunk alkalmazkodni. Tehát nagyon rövid idő alatt, amit évmilliók alatt ugye a természet kialakított a mi génállományunk emésztőrendszerünkbe, az figyelmen kívül hagyva modern étrendre tértünk át, amely viszont megvan az ára. Ez az ár a növekvő allergia. Ugye a tejben a kazein, ugye a tejfehérje az, ami egy rendkívül komoly tényező, és rendkívül komoly allergén. Komoly károsodásokat képes okozni. A másik ugye a kenyérben vagy a búzában lévő glutén. Ez szintén rendkívül káros anyag. A glutén annyira erős hatással bír a szervezetre, hogy képes autoimmun folyamatokat aktiválni, kiváltani, létrehozni és fenntartani. Éppen ezért ezeket a tényezőket ma nagyon komolyan kellene venni. És az állati eredetű tejtermékek nem valók a mi emésztőrendszerünk, a génrendszerünkhez. Ki kellene hagyni? Növényi. Igenis a növényi tejek, a növényi ételek, a növényi csomó ilyen létezik a kókusztejtől kezdve a növényi tejekig. Ezeket lehetne alkalmazni, és talán akkor az egészségünk sem károsodna ilyen mértékben. Az allergiák vizsgálata ezért azért veszélyes, mert például ezek az allergének képesek kialakítani a GAP-szindrómát. A GAP-szindróma ez egy rövidítés, ami azt jelenti, hogy gastroenterológiai, pszichiátriai megbetegedés.
tehát gyomor bélrendszeri eredetű pszichiátriai kórképek jönnek létre, amelyek gyermekkorban képesek az agyfejlődés komoly gátlására, figyelemzavaró, hiperaktivitás, agyműködés zavarok, minimális agyi diszfunkciók létrehozására is. És természetesen mind a kutatások, mind a gyakorlat bebizonyította azt, hogy ha ezeket tudjuk kezelni és kezeljük, akkor ezek a betegségek megszűnnek, gyermekek egészségesen tudnak fejlődni. Tehát ez megint csak ugye az újabb. Mitől alakult ez ki? Ugye a modern élelmiszeripar módosította egy csomó növényvénállományát. Például magyar húzat, ugye nem hiszem, hogy lát már valaki itt, ez a módosított húzarendszerben pedig pontosan azok a sikértartalmak változtak meg nagyon nagy mennyiségben, amelyek képesek az emberi egészséget teljes egészében tönkretenni. Ugyanez van a tejnél, a tejállomány, tehát a magyar marha ugye volt a régi magyaroknak van, de az már nincs. És ezek után gyakorlatilag létrehoztak egy gyors tejelő, stb. Nagy üzemben megfelelő dolgot, ahol szintén a kazeinnek az a formája vált dominánsá ebben a tejben, amelyet az ember emésztőrendszerű génállományra tolerál. Tehát ezért ezeket is mérjük, fontos ezeket kizárni, fontos az egészség érdekében ezeket is betartani. Miután ugye az időnk vége felé közeledünk, ki szeretne még hozzászólni? Én csak egy mondatot szeretnék ezekre a bizonyos allergénekre, allergiákra. Van a tudathasadásos kórgép, ami legalább két személy jelenlétét feltételezi, és hát több esetet írtak már le, hogy amikor az egyik személy megjelenik, akkor vadkender allergiás az illető, és ugyanaz a személy, amikor a másik tudatánál van, akkor azonnal megszűnik a vadkender allergia, és nincs semmi ilyen jelenlegi probléma. Tehát a tudat elsődleges, energiatest elsődleges, és csak utána ízt tudjuk szabályozni az agyat. Még egy dolgot ehhez, ugye a rezonancia törvényről is lehetne ugye beszélni, hiszen tulajdonképpen minden információ, tulajdonképpen rezgés, és akár elektromos vagy elektromágneses rezgés formájában. Ugye ismert az a kísérlet, amikor a német kutatásoknál elkezdtek egy frekvenciagenerátort működtetni, és egy bizonyos frekvenciánál az arra hát alkalmas vagy egyének elkezdtek bőrkiütéseket produkálni. Amikor egy másik frekvenciásában mentek, akkor ezek nyom nélkül eltűntek. Tehát magyarul az N-gram, a frekvencia N-gram, mind hatás képes tulajdonképpen az emberi energiarendszerben létrehozni ezeket a jelenségeket. Akkor még te is kapsz egy utolsó mondatot. A sokszörnyű tanácsból egyet fogadjanak meg. Én ezt szoktam. A lelkismeret, ugye, hogy az energiatest is jól lakja. Ha valami jól esik, akkor az biztos nem áll. Igaz? Köszönjük a figyelmet. Még elnézést, még volt a két reklamát, a négy üzenetet, amit a professzor úr ígért nekünk. Az első üzenet a rend. Legyen meg mindenkiben az anyagi, a mentális, hát anyagi szinten, mentális szinten, ez a stresszre gondolok, a rend. Vagyis ami stresszt fölvesz, abból adjon is le. Ezt ugye pihenéssel és optimális takarítással tudjuk. Én nem szorgalmazom azt a tényt, hogy na ezt tegye meg, meg azt tegye meg, meg ilyen vitamin, meg amolyan vitamin, hanem ürítse ki a szemetet a szervezetéből. Tisztítsa ki mindenét, és a tisztogatás az egyetlen egy módszerrel, mert ugye én gyógyteát sem javasolok, senkinek sem, sok megdöbbenés van itt ugye, a gyógytea, vagy a, akárminek hívjuk, ez szabályozatlan méregbevitel. A véleményem szerint. Nyilván, hogyha valaki egy kortyot iszik, a
citromfújtájából az új szülőt nem, hanem a víz az egyetlen egy takarító szer. Ezt tessék szívesen kihasználni, a szervezet meg a takarító csak magára kell hagyni. Olyan szobában nem lehet rendet rakni, ahol sáros csizmával járkálnak a vendégek. Ki kell őket erőgalni. Ez a táplálkozásra vonatkozik. Meg kell szüntetni a táplálkozást különböző periódusokban. Aki 40 óráig bírja, addig minimum idig kibírni, az 40 óráig, de minden héten csinálja meg. Aki 72 óráig bírja, az minden hónapban csinálja meg. Aki pedig 7 napig is kibírja, az 4 évente csinálja meg ezt a akciót. Biztosan, hogy jó jár, és tökéletes harmónia is, a rend és a harmónia az egy fog uralkodni. A többi üzenetet majd legközelebb. Nagyon köszönjük, és szerintem egy történelmi pillanat volt, hogy három szakemberünk itt egy asztalnál ült, jól mondom? Volt már ilyen? Még nem volt. Úgyhogy nagyon köszönöm, hogy nekem sikerült ezt létrehozni, és egy kis emléket szeretnék adni ennek a beszélgetésnek a kapcsán, egy kis galambot. Ez a galamb szimbolizálja azt, hogy a galamb lelkűség az, ami a világunkban, hogyha visszajut, jön, akkor más világot fogunk építeni.